Védjük meg Magyarországot címmel tartott fórumot a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a Vasari Galériában hétfőn. A meghívott előadó Tuzson Bence, a miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára volt. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője házigazdaként azt mondta, a jelenleg folyó nemzeti konzultáció azért fontos, mert ez felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy képviselje Brüsszelben a bevándorlás ellenes politikát. Emlékeztetett arra, hogy a rezsicsökkentést is csak a nemzeti konzultáció segítségével tudták megvédeni. Arra kért mindenkit, a konzultációs ívet olvassák el, töltsék ki és minél többen küldjék vissza. Tuzson Bence, kommunikációért felelős államtitkár, részletesen is beszélt a soros tervről, és azt mondta, Európa nagy bajban van, testén hatalmas repedéssel, egyik felén a bevándorlás párti, másik felén a bevándorlás ellenes országokkal. Az államtitkár úgy fogalmazott, a kötelező betelepítés évtizedekre, évszázadokra, sőt akár örökre eldöntheti a kontinens jövőjét. Sok olyan politikai kérdés van, amit a múltban már elrontottak, és amit egy év alatt, öt év alatt, tíz év alatt, de 20 év alatt ki lehet javítani. Viszont kevés olyan kérdés van, amit hogyha egyszer elrontunk, akkor bizony sem 20, sem 40, sem 50 év alatt nem lehet kijavítani, 100 évekre, vagy akár évszázadokra is meghatározhatja az országnak a sorsát. A bevándorlás kérdése ilyen kérdés, és az a szomorú, hogy emögött ott áll egy terv, ott áll a soros terv, amelynek a lényege az, hogy nyissuk meg Európának határait, engedjük be az embereket Európába, és az Európában meglevő embereket pedig osszuk szét Európában, és mindehhez állítsuk feje tetejére az európai döntéshozatali rendszert, aminek a lényege az, hogy a hagyományos európai működési mintához képest, amelyeknek a lényege, hogy a nemzetek döntenek, a nemzetek meghozzák a döntéseiket, és a nemzetek döntéseiből épül fel aztán Európának a döntése, azt feje tetejére állítva Európa központi döntést hozzon, azaz Brüsszel hozza meg a saját döntését, és a nemzeteknek csak végrehajtó szerep jusson. Ez nem fogja megoldani Európának a problémáját, nem fogja megállítani a bevándorlás kérdését, hiszen a legfontosabb dolog, hogy megállítsuk a soros tervet, összefogjunk mi Európában, összefogjunk Magyarországon, és a magyar összefogásban minden magyar ember vegyen részt, hiszen csak akkor lehetünk sikeres, ha mindenki, vagy a legtöbb magyar ember részt vesz a nemzeti konzultációban, és a konzultáción keresztül adjunk erőt a magyar kormánynak, hogy ezt a harcot meg tudja vívni, megállítsa a bevándorlásnak a folyamatát, és a rossz úton, amin elindult Európa, Európát is állítsuk meg, és Magyarország, de Európa is lehetőleg másként gondolkozzon a bevándorlás kérdéséről, a továbbiakban ne bevándorlásról, hanem a bevándorlás megállításával és Magyarországnak, illetve az európai kultúrának a megőrzésével kelljen foglalkozni. Sok küzdelem áll előttünk. Ugye legutóbb a kötelező betelepítési rendszerrel kapcsolatban a LIBE bizottság hozott egy döntést, ami azt jelenti, hogy most már felső korlát nélkül egy betelepítési rendszert hoznának létre, ami a célkeresztbe emeli Magyarországot, hiszen ennek következtében elsősorban azokba az országokba kell embereket behozni, bevándorlókat behozni, ahol még nincsenek bevándorlók. Természetesen vannak itt további lépések. Van még az Európai Parlamentnek is ezzel kapcsolatban döntése, ott is meg lehet állítani ezt a folyamatot. Van még az Európai Bizottságnak, illetve valamelyik bizottságnak, valamelyik tanácsnak is egyfajta döntése, tehát vagy a miniszterelnökök tanácsának, vagy a miniszterek tanácsának is döntése. Tehát vannak még beavatkozási pontok, be is kell avatkozni, de ehhez erő kell, és az erőt a nemzeti konzultáció tudja megadni. Tuzson Bence hozzátette, az emberek akkor döntenek jól, ha kitöltve visszaküldik a nemzeti konzultációs kérdőívet. Erre egyébként november 24-éig van lehetőség.